Jó, na Le akkor elindítottam az én kis felvételkámat, úgyhogy sziasztok, helyhol mindenkinek nagyon szép reggel, itt a streamen, meg majd, hogyha ezt a Youtube-on nézed, akkor itt, ott is. Kávét abban szokás szerint, mint minden pénteken itt vagyunk, és beszélgetünk dolgokról, ami, amik desztiniségek, úgyhogy Erpika, csapjunk akkor bele, hogy az előbb is mondtad. This week at a Bungie, ez ugye tegnapi Jaj, ma április első van, én nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen vicceket fognak ma a... Nem tudom. a, mindenhol. Az elgátósat láttam, azt el is küldtem már neked reggel, de... Már az a vicc, az a vicce, hogy éjszaka esett a hó. Tehát kinéztem most itt Amsterdamba, és hogy mi? Egy, egy hóréteg van a parkolón. Jó, hát innentől kezdve nem szerintem van. ennél nincs, nincs. Hát vagy fejebb, de... vagy lejjebb, nem tudom, mindegy, de valamilyen irányban nincs. Nagyon fura, nagyon fura az időjárás. Most ez, ez jó megviccelt minket, de tényleg én, azt hittem, hogy tudod, hogy benne volt az izé előrejelzés, mert mondom, hogy jó, persze, hó, április 1-én, meg és 31-én azt így Aha. reggel fölőleg, azt mondja, oké, okay, oké. Okay. Nice. Egyetlen egy dolgot szeretnék még gyorsan elmondani, mielőtt belekezdünk a Tvaboldába, mert hogy ha jól láttam, jól emlékszem, akkor nincsen ebbe benne, viszont a múlt heti dolgokhoz egy kis follow-up. Beszélgettünk a YouTube-os uh, takedownokról, downokról hogyha emlékeztek rá, hogy hogy ilyen copyright és nem csak klémekkel, hanem sztrájkokkal sújtották a is content-kreátorokat és a bungie nak a saját YouTube-csatornáját is. Na most ezt azóta lerendezték, és még egy pici fejlemény van belőle, hogy uh, konkrétan, ha jól emlékszem, 100 ezer dollárra akarja perelni az egyelőre még ismeretlen uh, tettest. A bandzsí. Tehát, hogy komolyba, komolyba neki mennek, hogy hát ilyen még egyszer aki, ne fordulhasson elő. Így jelek, úgyhogy. Féképvózik. Úgyhogy, respekt a bandzsínak, és igazából ők most egy olyan cég, egy elég nagy cég tulajdonképpen, akik um, hát kellemetlenül járt ebben a szituban, ugye nagyon sok mindenki, a minden jó, ha vége a jó alapon, ugye mindenkinek megoldottak a dolgai, de hogy ő most egy olyan nagy cég, akik, akik végre felemelik a hangjukat, és jogilag is uh, felemelik a hangjukat, hogy, hogy, uh, hogy, mekkora egy retek a Youtube-on ez a rendszer, hogy bárki egy friss account azt mondhatja, hogy haló, az az én kontentem, ha ide a lóvét, és mehetnek a sztrájkok. -ok. Tehát, hogy ez, 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 ugye nonsens, és most a Benji erre, rá is lép rendesen, úgyhogy ez megint csak egy faszaság, és egy piros pont az ő nevük mellett. Na, csak ez ennyit akartam gyors hozzátenni, úgyhogy, úgyhogy király. Mindenképpen, meg, meg jó, valaki föllép, mert, mert megijednek a többiek, meg nem csinálják többen, meg, meg kell is, mert ez, ez milyen, 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 húzás már szól. Teljesen pozitív. Zoli off topic. 20 perc hóvihar, 40 perc napsütés, egész nap. No joke. Fejem majd, szétszakad. Majd hát igen. Zoli éklá, és akkor jó az időjárás. Gyertek haza, külföldön élő fiatal magyar férfiak. Gyertek haza. Ja, ja, ja. Kemény, kemény. Nézisem. Jó, mondjuk tegnap itt is esett az eső, de hogy, de hogy azért ennyire nem durva a helyzet itt. Itt Mordorba. Megnézem Mordor. azért, milyen időben van kint, mert mondjuk az ablakon nem néztem még ki. Megnézem azért, aztán így néz a telefonjára. Jó, hát most csak nem Nézzük kellek Nézzük már fel. meg, milyen időben ki. Oké, okay. telefon elő. Hát 12 fok, 12 fok és izé, ilyen kis csöpögős. Ez volt tegnap egész nap. Na jó, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki még így utólag, utólag szóval időközben köszönget befele. Itt is, ott is a mindenkinek a csetjén. Fekjelt olyan squad egyébként, hogyha a be tudnám másolni. Ja, Ez az az squad szóval mehettek le, megtekintés közös közvetítésben alul a gomb, stream alatt. Akinek még nem jelent meg az F5, csomassátok. Mm. Na, de, de ugorjunk beverem. bele, mert eltelik a nap. Is. Jött, Jajájá. egy új izé, jött egy új tréler, nem tudom, láttátok, -e? ezzel indul az egész tab. Elég jó, elég jó. Hogy vannak benne számok, a vannak benne review Nagyon jó ez nagyon jó lett ez a tréler, nem tudom, te mit szólt. Megnézted ezt a tréleret? Szintén nem. Nem? Nem, de <laughs> majd megfogom. <laughs> Akkor mondd őszintén. meg, meg, jó volt, nagyon. Ez a tipikus, ez az, amikor az izé, amikor az ilyen trélelek bejönnek, és benne vannak, hogy ki mennyire értékelte, ja, ja, milyen jó izéket kapott, minden, szóval elég, elég jó lett igazából nekem. Tehát, hogyha nem destiny de látnék egy ilyen trélert, széthhype volna az egész. Ez a, a, a válveregetős tréler, tudod? Ez az, ez az, ez az, ez az. Na Ticsen hát, hogy um, én megveregetem a kampány után amúgy is a vállaikat, vállai mert hogy szerintem nagyon fasz volt, úgyhogy Úgyhogy izé. Bár közben azért néztem egy-két videót um, ilyen-olyan Destiny-s emberkéktől, és így azért kapja a savat rendesen a Witch Queen, meg úgy egy, e, e, így általánosságba véve a Destiny most. Nem tudom, azt nézegette, de... Nem, nem nagyon, de hol kapta? Hol láttál ezeket a dolgokat? Mert mint, hogy így pozitív savat, savat tehát, hogy így... Sabat, uh, ja, persze, persze, most nagyon-nagyon dicsérik. Úgy Igazából kritikákat, nem, 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 tehát nem dicsérik, nem mire dicsérik, de... Nem értem, de akkor nem értem, mire gondolok. Nézd meg például a Skillap egy órás review van az ő csatornáján a Witch queen ja, meg úgy Destiny-ről egyetemben. A Gattónál is voltak olyan dolgok, vagy a Dattónál, bocsánat, is voltak olyan dolgok, hogy hogy nagyon fasz a kampány, Isten király a Witch Queen kampány tényleg, és ezt mindenki emeli a kalapját előtt, és mindenki el is mondja, de ott vannak a, a de második fele a mondatnak általában. De mindig van de. Mindig van, de szerintem manapság a manapság a mai, világban én úgy érzem, hogy annyira kritikus szemmel nézik az emberek a dolgokat, hogy meg, meg annyira, annyira nagy a konkurencia, meg akkora, annyira nagy a választék ezekben a dolgokban, hogy mindig lesz, de. Mert hogy például, hogy visszapörgetnénk az időt tíz évvel ezelőtt, az embereknek kevesebb volt a választás, és mindenki megvolt. Ez tök jó így, ahogy van. Meg nem ismertek mást, és minden. De manapság, Manap, én, én nem hallottam még, hogy valaki, valaki valamire egyöntetűen mindenki meg lett volna elégedve. Főleg nem, nem egy, arra, kell, ami, ami, egy olyan MMO-szerű játék, ami fejlődik folyamatosan. Sose lesz tökéletes, szerintem legalábbis én, ahogy így gondolom. Um, itt most ne, nem csak arról van szó egyébként, hogy a Witch Queen, mert, mert a kampány az tényleg mindenkinek kb. egyöntetűen bejött. És uh -huh. azt tényleg én is azt mondom rá, hál' hogy a végig tartok a jó múltkor, hogy, hogy piszok jó volt. Ja, hát mondjuk nem az az endgame activity, szóval azt, az meg igen. lehet dicsérni, az egy kampány, az egy story, annak a story a lényege, hogy viszik végig a sztorin a, a, játékot, az teljesen jó, azt meg lehet dicsérni, meg utána azt úgy is elfelejted, és az endgame activity-re fogsz fókuszálni, hogy ott milyenek a mechanikák, hogy ott milyen a replayability, ott milyen nyit kell grindolni, és akkor nyilván ott fognak kibukni majd azok a dolgok, amik a amik a hosszú távon majd érintik a játékosokat. Igen, 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 igen. Hát főleg ezek voltak egyébként a kritikában, hogy így hova, hova fog fejlődni például, vagy hova fejlődhet, vagy, vagy, vagy mi az, amit kéne csinálni benne, hogy fejlődhessen. Ilyesmi kritikák voltak. És igazából hála jó Istennek voltak benne ötletek is, hogy nem csak az, hogy hát ez így, ez így kaka, majd valami legyen, már csináljatok valamit. Nem, hanem így izé mondták, hogy akkor na, ez lesz. Hogy ez le lehetne. Mindegy, nézzétek meg azokat a videókat, mert szerintem érdemes. Én így meló ja, közben szoktam a háttérnek végig... mindegyiket berakosgatni, és akkor végig hallgatom, meg így fél nézem őket, és tök jó, tök jó. Ja. Hát én őszinte leszek veled, Dádi, én nem néztem végig azokat a videókat, úgy hallobásból, meg egyszer egyszer így belepillangatva nézegettem a dolgot, meg ugye én is azért nekem is megvan a véleményem a különböző új aktivitikről. és szerintem nagyon jó, nagyon jó fele halad a Bungie mégis, de de valahogy nem tudom, nem tudom, hogy ez a játék, maga ez, ez, ez a, ez zsarra, meg ez a játék, amit képvisel, ebben nagyon-nagyon nehéz olyan nagyon szuper endgame csinálni, amit mindenki szuperül élvez. És nagyon jó dolgok vannak benne, de mindig lesznek problémák vala, valamiben. Mindig, mindig lesz valami, ami nem tetszik az embereknek. De lehet, hogy végig kéne néznem az egész videót, hogy ők milyen pontokat ö, állítottak erre vonatkozólag. Mert tényleg nem tudom, hogy mik voltak az ő pontjaik a, a, a srácoknak, akik a videókat csinálták, hogy mi miatt, mi miatt tartják -e? nem de nem például az volt az egyik uh, kulcs, hogy, hogy a, a csempionok helyett valami olyan um, olyan, hát nem is az, hogy enemiket, hanem hogy olyan um, ő úgy fogalmazott, hogy ők azok a, a kulcsok, a zárakhoz, amikkel tovább lehet jutni egy-egy egy-egy um, most így igen. bármilyen, bármilyen persze, játékmódról persze. is legyen szó. És hogy ez kicsit már olyan hát ez megy száz éve, és kicsit olyan lapos, és hogy valami kéne helyettük. Ő például ezeket hozta föl. Igen, pont, én meg pont erre gondoltam az előbb, akkor, akkor jó gondoltam, mert, mert ugye vannak ilyen repetatív részek ezekben a grindolós játékokban, amit, 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 ahhoz, hogy megújítsd, ahhoz egy rohadt sok kreativitás kell, ami szerintem a Világos... bunchy van. Kettő, utána a kreativitáson kívül az egész teóriának, meg az egészet, hogy, hogy implementálod magába a játékba, úgy, hogy megmaradjon az a, az a, az a fajta sandbox, amit te kigondoltál a fejedbe, szóval én egyébként ezekről azt gondolom, ez az, az a process, ez kemény. Hogy, hogy, ugye elérkezünk lassan úgymond a végéhez a Destiny 2-nek, hogy nem tudom, hogy mi fog történni utána, de hogy, de hogy mintha úgy addig úgy kihúznák még idáig, vagy odáig ezt a, ezt a mindent, ez még plusz ami... két év. Ez még két év lesz. Értem, értem, csak hogy szerintem ez a két év az nagyon kevés ahhoz, hogy ezeket alapjaiban megváltoztassák hanem hogy elérünk Aha. a végéig, és onnantól egy, hát most nem azt mondom, hogy egy vibe, de hogy ilyen tiszta lappal indulós valami más, más lesz Lehet, hát, lesz egy Destiny 3, ki tudja, vagy valami más. Destiny Infinity. Ja, ja. Mint az Assassin's Destiny, Destiny Cinematic Universe. Ja. Meta vers, vagy nem tudom. Na mindegy, mindegy. mindegy. Ja, ja. A izénél meg, a Skilepnél az volt a, a fő kritikai pont, hogy piszkosul gyorsan végig lehet menni mindenen, hogyha, tehát nagyon overlevel tudsz lenni azokhoz képest, amik a, nem a nightfall -ok, meg nem a, a GM activity hanem csak a simák, mit tudom én, bemész egy strike-ra. Ja, igen. És ezt egyébként én is nagyon sokszor mondtam, hogy, hogy én ugye nem vagyok egy nagy izé, rambó. Viszont minden tehát kétféle játékos látok én. Az egyik, aki még a nálam is csírább, épp hogy tegnap elkezdett desztinizni, és látja, hogy ez tök jó, és hogy tetszik neki, de fogalma nincs, hogy merre van arccal. A ja, másik, ja. másik, típus és a másik véglet, azok meg az Ultimate Rambók, akik hat encounterrel előtted vannak egy strike és minden egyes alkalommal úgy vagy, hogy akkor joining a lies, és nem tudsz ja, mit ja. csinálni. Igen, és, igen. és erre a másodikra tette ő a hangsúlyt, hogy, hogy egyszerűen annyira overpowered mindenki, hogy egy sima kis activity ha bemész, akkor, akkor egyszerűen mindent szétmeltálsz, és nem kell semmit csinálni, csak, csak mész, 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 és két másodpercig tartanak a fő bosszok is mindenhol. És hogy jó, ez, ez a, ha azt nézed, hogy csináltak egy lega difficulty kampányt, ami ami pont jó mert van benne kihívás is, de nem az a, az a kőkemény. Én mondjuk nem csináltam a lega kampányt még, úgyhogy ezt még nem tudom, de hiszem, hogy az tényleg ott van, és, és az kell hozzá, hogy, hogy egy picit vagy, vagy nerfeljenek dolgokat, hogy ne tudj mindent kapásból szétszedni, vagy pedig, hogy emeljék a, a, a challenge-et. Ez volt a, a a pinnekről érv, hogy, hogy miért, vagy mi nem jó most a, igen, a Destiny-ben. Túl, túl, durván szkélelnek, de hát ez már régóta így van, igen, ez, ez nem hülye. Egyébként ez, ez, ez az ötlet, például nekem tetszik. Az előző, a championos dolog az, az egy olyan dolog, hogy, hogy ötletnek, feedbacknek jó, de, de, de nem tudom, az nem a core probléma szerintem, de ez, ami, ez amit most lett fölhozva, ez az egész dolog, ebbe úgy látok rációt, hogy sok minden aktivitiben előfordul, ez sok helyen lehetne csinálni, hogy nem is tudom, hogy egy más difficulty-t hozni, leszkélelni a saját karakteredet, vagy extra dolgokat hozzáadni a challenge kedvéért, és adni hoz mm -hmm. és vagy rakni egy kicsit más loot, loot dolgokat oda, kitalálni új lootokat. Van itt szerintem sok potenciál benne. Még, még az is lehet, hogy a Bungie-nek nagyon sok terve van ezekre a dolgokra, de egyszerre nem akarnak mindent előni. Most a Witch nagyon sokat csináltak. Nagyon-nagyon sok újítást, meg, nem, nem sok újítást, de nagyon sok dolgot hoztak be, ami, ami jól működik hoztak be új dolgokat, alakítottak át régi dolgokat, és nagyon fókuszálnak így, a, így, a, így az egész progressre, az egész dologba. És ki tudja, hogy miket hoznak be majd a következő dolgba, de, de az a hogy igazából értem, amit mondasz. Tehát tényleg pont a vége fele haladunk a történetnek, az egész narratívának. szóval pont a vége fele megfixálni a dolgokat, még a következő két évben, mikor. Igen, utána, nem tudjuk, hogy mi történik utána, azt se tudjuk, hogy mi azt a, szerintem, a És amit mondtam az előbb is, hogy. hogy hogy, hogy szerintem a tisztalapra is már bőven készülnek. <laughs> jó reggelt, Atik, közben szia, szia neked is. Igen, és, a, és meg, az, meg, ezek az egész, ezek a revampolt szuplakszak, ezek nagyon jók. Tehát például az izék szemben, nem tudom, hogy ez mi ütetek szemben. Ezt nagyon jó megcsinálták. Ez nekem szerintem nagyon-nagyon -nagyon robbant a, a Void 3.0, ahogy megcsinálták a Void szuplasztot. Tehát például ez nagyon-nagyon szuper. Szóval... Igen, de mondjuk ez is ez scale kritikai pont volt, hogy egyszerűen olyan szinten durva, hogy, hogy, hogy az egyik uh, az ereje, a másik... Itt a másik a az Boostolja a harmadikat, és így tovább, és gyakorlatilag folyamatosan dobálod a gránátokat, teszed le a falat, bla 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 bla, bla mert, a, mert az egyikből jön el, elő a másik. És Persze, tehát olyan buildcraftok -ok vannak nincs, benne, olyan. Nincs dolgod tentéhozni. konkrétan. Igen, 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 egyébként értem, mire gondolsz. Hát Na, igen, de, menjünk. de ez a zsandra ilyen. Most például, hogy a legjobb példának, most játszogattam, kiátszottam a múlt héten a, a Tiny Tina Wonderlands, és ott ugyanez olyan perkek, meg dolgok vannak a fegyóval, amit ugyanúgy tudsz kombinálni a meglévő skillshade-del, hogy így lehajítasz egy gránátot, lálősz egy mobra, és aztán utána magától izé. Megy a, megy a hogy hívják a, a pörgés. Igen, igen, a igen, hát, igen, Ezek igen. ilyen játékok, de igaz, difficultit lehet valahogy állítani. Kéne, illetve nagyobb challenge-eket rakni, másfajta rewardokért, -ok még lehet a basic activity-be is. De hát van, csak igen, vannak ilyenek, csak úgy úgy, úgy, úgy új vesztik az alapaktivitik ilyenkor. Igen, például ott, a, ott, ott van ilyenkor a sztrájk a legjobb példa, hogy bemegyek egy sima sztrájkba, amit hát az egyébként így... a játék elvárod csinálj, mert vannak hozzá taszkok mindig a, a, a igen, seasonal igen, activity igen. meg itt, ott, meg onnan lehet ezt, azt, szedni, de tényleg az, hogy bemegyek, és tudom, hogy a, ha elmegyek az ldz megklikkelem a jobb oldalt lévő ö, Lake of Shadow tudom, hogy olyan hat, 6 és 7 perc alatt egyedül is vég Szóval, igen, és 6 és fél perc, és úgy, hogy átszaladok az egészen. Konkrétan az a tipikus átszaladok mindenen, meg végig motorozom a dolgokat, hogy odaérjek. Ja. Mondjuk ez is csak az a régi Neked még motoroznom neked még motoroznom se kell. Ennyi, mert neked, a joining a a fegyvered abból. hát nem a fegyverem, csak... Nem, hát nyilván minden hurka végig szaladja, de értelek, értelek. Hát igen, na mindegy, de meglátjuk, hogy mi lesz a jövőbe. Nyilván vannak pozitívumai, meg negatívumai is ö, ö, ennek az update-nek. Inkább pozitív, mint ö, negatív. Nyilván itt a srácok adják a sok konstruktív feedbacket, aztán meglátjuk, hogy a, a következő két évben hová fog alakulni. De én, a, én az eddigiek, ö, eddigieket nézve, én szerintem nagyon-nagyon jó fele fog menni, mert, mert tényleg a Bungie hallgat a feedbackre, a Bungie csinálja a dolgot. Látszik, hogy ő, raknak bele energiát és gondolkoznak, hogy hova fejlesztenek. Szóval, meg meglátjuk, meg mi lesz a következő. Éjszakban. Már csak az üzleti modelleken kéne csiszolni, hogy minden tökéletes legyen. Na mindegy. Most adjuk. Ja, Mekák, meg szörnyek. Mekák szörnyek, kiemlékszik erre tavajról. Rohadtul mérges voltam, mert én a szörnyekre. Nem, itt nem meghalak és szörnyek, tavaly voltak. Dino és Dino and Monsters. És a rohadt dinót választottátok, az egész community, szóval bármelyik a csetel, aki a dinókat szavazta, az most az szavazzal, amit én akarok. Tehát a meghákhoz ne nyúljatok hozzá, hanem pörögjön a szörny. Szörnyeket akarunk, nem meghákat, senki nem akar izé Optimus Prime-ot, meg ugyanezt a nyomi armort, mint ami kiesett a professziből, hanem szörnyeket akarunk. Na, tökömtele van az izé, dinókkal meg az izékkel. Olyan mérges voltam, tök, tök vártam, mikor jön az e-mail, mentem is szavazni tud egyből, hogy izé, bár csak így szavazna mindenki most a választásokon, mint ahogy én mentem neki az izé. A nem, tényleg, amikor megjött az izé, már vártam, hogy már szavazhassak, és legyenek a szörnyek, és nagyon sok ember azt mondja, én biztos a szörnyekre szavazok, és a vége a dínók lett, és olyan rondák azok az arvonok, annyira nem tettem. De egyébként minden... a, most a meghák meg a, nem is tudom, tehát a, a ez az, egy madár, vagy nem is tudom, mi akar az lenni. hunter Meg ha? A szörnyes. A ha az tök jól néz ki, de szerintem a, az izé is. Az most pont az a szörnyes Hunter, az ilyen, az ilyen dinószerű. A baloldali a titán, ugye? A... Az a titán, az nagyon durván néz ki a titán. De az a, mi ez a szörös láb, te jó az nagyon gusztustalan. Ez egy lábú unikorn, nem unikorn is, hanem melyik az az izé az, az ember nem, az embertestű lót, lót, lót vagy az ember, úr, De az lót, ez emberbelkasú ló. De a kentaúrnak nincsen szarva, te. Hát ennek van. Küklops, igen, igen, szarvas ez egy... küklops. Nem, ez egy... Szőrös lábú. Kükentaúr. Ez egy kükentaúr így A középső is nagyon jól néz ki, ahogy a, 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 hívják. A kü -kü -kü vagy nem tudom. Nagyon Nagyon csúnya, nagyon csúnya. Kenta... Kentaú Lopsz. Odáig egyébként, hogy nem szőrös a lába, odáig így derékig, tök jól néz ki ez a kis üző, olyan izé, izomcsávó, de hogy <laughs> azok a lábak mik. Még... Ja. Na mindegy, egyébként ez úgy kezdődött srácok, hogy tavaly volt egy ilyen szavazás, ugyanígy, hogy a Banji a community-ra bízta, hogy melyik, melyik armor szettet szavazzuk meg, ami bekerül majd az izébe, a shopba, és hát ők sajnos úgy döntöttek, hogy a dinókat akarják nagy izé, szomorúságomra, és most viszont muszáj lesz megszavaznunk ezt a csodálatos szörny, dolgot, mert egyébként nem tudom, a ne... szörnyesnek a klókja az sokkal jobban néz ki. Szerintem. Hát százszor jobb az a csontvász klók, mint ja. az izé. Ja. A titán Markból semmi nem látszik sajnos, az izé az úgyis irreleváns, a varloknak a kis kez, kézen lévő dolga, de, de egyébként a többi, a, szerintem a titán Arbor az a, a felső testnek az a fej nagyon adja, de meg a varlok is tetszik. De szőrös lábú. Ah. A valloknak nagyon tetszik az izé, a melkas meg a, a cipője yeah. nagyon, nagyon adja. A hánteré most a leggyengébb, a klókot leszámítva. A klók meg a helmet tetszik. Szerintem az rossz izé a hunting. Hát nem, nem rossz. Lehet a, színek, a szín nem tetszik, majd ja, hát raknék rá mondom. valami más jobb lenne. Úgyis izé, ellendően fekete-piros séderekkel mászkálsz, úgyhogy neked ez tök igaz, mindegy, milyen színű. Viszont az szóval orca ezek... az tök jó a nézének, sisaknak. Vagy ilyen világítós ja, ja. valami. Nem nézek ki rosszul, meglátjuk. Na hát ugye ehhez semmi másra nincs szükség, csak az, hogy mindenki a kis e-mailjét regisztrálja, és akkor a végén majd megérkezik egy emblem annak megfelelően, hogy szavaztál-e. Ja, jó, ja. ja, igen, én nem görgettem még oda le srácok, így van, szóval ezt nyilván azért szavazunk, hogy melyiket hozza be a Bungie, majd Bride a meg a Silverért, de hogyha szavaztok, akkor jár nektek egy emblem, amit majd megkapunk később. Tök jó. Amúgy nem néz ki rosszul az emblem. Nem, nem, teljesen jó. Teljesen csinoska, jó. csinoska. És ehhez ugye semmi nem kell, csak az, hogy megadd az e-mail címedet, és elfogadd a kukikat. Így van. Persze, igazából semmi, semmi nagy dolog. Szavazol, és kapod a cucmot. Ezt biztos, hogy vagyok benne, hogy majd én is, majd, ha eszembe jut valamelyik nap, akkor, akkor benyomom. De nekem tegnap lehet? már jött ez az e-mail, tegnaptól, tegnap március 31 ez csak itt van, hogy március 31-től április 6-ig kell regisztrálni, ha még nem vagy. Ensure you're signed up for emails from Bungie. És akkor 7 uh, hetedikétől vannak a szavazások, a szavazások, és uh, 13-án lesz ugye lezárva post Close, 19-től pedig oh. disztributálják az emblemeket. Nekem és... valami ízét kaptak, kaptam e-mailt, én arra kaptam, hogy do you have any witch queen moments? Az az, az az, az van? Tehát nem az, hanem hogy tegnap kaptam e-mailt, tehát tudom, hogy jönnek e-mailek a benji ja, igen, Így igen, tehát az, az, nekem, igen, azok mindig is jöttek. Nekem is nálam, hála Istennek. Ja, nekem szóval is, ir a... Iratkozzatok srácok, aztán az izére, a mehát, ne, elfelejtsétek el a mehát, az izére szavazatok szörnyekre, és aztán izé, aztán krémeljétek majd be a végén az emblémát. De nehogy nekem, tudom, hogy valamelyik költök erre a ronda, meg hákra szavazott. Még a titán elég flashul néz ki, úgy néz ki, mint valamilyen retro izé. Akármilyen. A hatodikáig csak lejön ezt, De nem kell, e-mailben kell szavazni, Lilla. E-mailben kell szavazni. és csak, csak annyi, hogy hatodikáig uh, itt feliratkozol, a tabos e-mail linkben. A kell az összes e Össze ott van kötve hozzá. a izéd, a Bungie accountod a, a, az a platform, amivel játszol, tehát PS Network, Xbox, vagy a Steam, Steady, meg a teach, teach, accountod, és akkor úgy, és akkor úgy regisztrálva vagy tulajdonképpen, hogyha az account settingen be van állítva. Click on e-mail and SMS. Na, és a következő téma. Na, ezen lehaltam, amikor olvastam ott Vabot. Na, következőt. ezt gondoltam, ezt kíváncsi vagyok, hogy hát, erre, mit mondasz. Hát Egy izé volt még, ami még izé, a PvP-seknek jó volt, és mindenki úgy volt, hogy az Unbroken az még valami, mert ugye az három season kell, és bam, ezt is izé, Lener, Lener felik az Unbroken. Nem azt hogy Lenner felik, valami, valami... Nem, kiveszik, elolvastam az egészet. Kiveszik? Fog... Nem, átalakítják. Ki. Nem, kiveszik. Ez megint ilyen legacy title lesz, és eltűnik, és hoznak valami új PvP-s title-t, ami nem a Broken lesz, hanem valami más, de nyilván az, az sokkal könnyebb lesz megszerezni. Kettő már megvan. De hát, hát ez az, az első szezon. A season 19 ig van időd. Hogy hát van most meg kettő a vanda? A szízon 16-ba van dus. És még van a season 17, meg a 18. Szóval ez 17-18-at hát még van időd. Van, van időtök még is, kacok. Ez a Zoli meg lesz az új title-a. Na mindegy, szóval az a lényeg ennek az ennek az hogy ennek a cikknek, hogy, 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 hogy úgy gondolták a bungee, hogy na azt látjátok már az elmúlt időszakban is, hogy nagyon sok mindent könnyítenek meg, tehát el, nem, nem, ez hülyeség, hogy könnyítenek, sok mindent tesznek elérhetővé, kevésbé grindolós és kevésbé hardcore playerek számára is. Így lesz, a, így le van ez a legjobban megfogalmazva. Ami nyilván és a rambók fe ennek... felháborodnak, én meg azt mondom, hogy végre valamit tudok játszani és megcsinálni. Amúgy. De lehet utána is umbroki, mert az ilyen legacy title lesz vandus. Például nekem egy csomó a régi title-öket be tudod amiket megszereztél. Szóval ott fogsz majd virítani az Ambrokiddal, amikor jönnek az ilyen kis kurkák majd valami izével, Ambroki um, Light-tal, vagy akármivel. Ambroki um, Light, Örül. igen, igen, igen. Szóval az a lényeg, srácok, vagy hogy Vagy broken, mivel, ahogy, csak simán. Eh, igen, vagy broken. Igen, ők lesznek a mi mint az unbrokerek, így van. De mindegy, szóval a lényeg, a lényeg, hogy ugye ez volt a tendencia már az elmúlt hónapokban is, hogy megpróbálják mindent elérhetővé tenni az egész játékos bázis számára, és nem csak kihegyezni a dolgokat a hardcore player base és pont ezért döntöttek, vagy jutottak arra a döntésre, hogy hogy Sunset az Unbroken title és a SEAL-t is, és bekerül ugyanoda, ahol a, a többi uh, Sunset Title is van. Szóval még a Season 19 előttig, tehát most van 16, lesz 17 és 18. 8. szóval most elkezdi valaki még ebben a seasonben megszerezni, akkor még meg tudja szerezni a Title-t addig, amíg a 19. season nem jön be. Ha most nem szerzett meg az első Legend rankodat, akkor, akkor utána elengedheted sajnos már arra már nem lesz lehetőség. De Igen, tulajdonképpen aki, most... ezért, is, ezért, is, szólnak most, ha ha nem szólnak lesz, most call... hogy szólnak Akinek erre izé, igen, akinek erre affinitása van, meg szeretné megszerezni, akkor az most ugorjon bele. Így van, és utána kiveszik, és utána pedig valami olyasmit csinálnak, ami ez nem kell ilyen multi-season requirement. Tehát itt ez volt a lényegük, hogy ugye úgy gondolták, hogy ez a legnehezebb title, ami létezik a játékba, és nem azért, mert, mert, mert ugye nehéz megszerezni. Jó, az nem könnyű megszerezni, fölmenni 5005-ig, az se nagyon könnyű, de egyáltalán nem olyan nehéz, viszont az, hogy egy ilyen nagyon durva time gate-hez van kötve, tehát az, hogy három hónap alatt, háromszor három hónap alatt tudod megszerezni, tehát egy ilyen egy ilyen három szízenös időperiódus alatt tudod megszerezni, ami szerintük ez fölemelte a leghúzósabb tájtelők közé, sőt, valószínűleg ez a legnehezebb tájtelő, amit ki kell grindolni, mert ehhez kell a legnagyobb dedikáció, idő, idő. három hónapon keresztül, háromszor három hónapon keresztül mindig PvP-zel és minden egyes ilyen sz fölmész abba a rangba, és úgy szerzed meg, szóval ja, hát ehhez kell idő, nem kevés, és úgy gondoltak, hogy ezt most kiveszik, és valami hasonlóan challenging, hasonlóan kihívó, hasonló kihívással helyettesítik, amit majd a 19. szízentől fognak bevezetni, de ugye erről még semmilyen információ nincs, hogy ez mi lesz, az biztos, hogy egy szízon alatt ki lehet majd szedni, mert nyilván ez volt a, a prioritás a amiért kiszedték a három szízenes Unbroken title Sziasztok, alvassz, jó reggelt! Lehet Sziasza. még ők se tudják, mit fognak csinálni. Lehetséges, hogy nem, meg hogy milyen ö, követelmények lesznek hozzá, tehát... Amúgy mit tudom. tudsz elképzelni egy ekkora időigényű ö, cucc helyett? Nagyon sok izét. Ö, szerintem matchvineket, glory glory vineket, biztos vagyok benne, hogy ilyen ugye nagyon sok fegyverhez kellett akkumulálni glory pontokat. Tehát uh -huh. ugye példá például, voltak olyan fegyverek, <coughs> régebben pirekon fegyverek, amiket úgy tudtál megszerezni, hogy glory pontokat akkumulálsz, és ugye a vesztes, ugye, ugye amikor fölmész például a legendbe, legend rankra, igen. egy seasonbe, akkor ugye, akkor ugye a vesztett pontokért veszíted is a pontot. Tehát az olyan, hogy ha nyersz, följebb mész, a vesztes lejjebb Viszont voltak olyan fegyverek, amiket úgy tudtál megszerezni, hogy, hogy csak pontot kellett szerezned. Tehát effektíve az, hogy a, 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 a vesztett meccsek nem fogják a progresszeret visszavetni. Voltak ilyen dolgok. Szóval én azt tudom elképzelni, személyem szerény, szerény, szerint, hogyha Bungie kemény akar lenni, akkor mindenképpen a PvP-sérnek el kell majd érni a glory -t. már magát a Legend szintet hát Glory világos. ponton függetlenül, tehát a Legendet el kell érni, és utána még lehet, hogy lesznek ilyen extra Glory pontok akkumulálása. Tehát, hogy De meg... De ez már mondjuk, ugye 15... ig igazából csak, csak grind. Igen, az csak rájön. Pontosan. Csak, tehát szerez csak, meg tízezer tíz glory pontot. Ugye 5005 kell a Legendig, de utána, ha még meccselsz, vesztesz, meg nyersz utána, a nyertes meccsekért is kapsz még ugye glory pontot. Tehát leeshetsz, de a nyertes meccsekén még mindig kapod. Szóval ilyen extra akkumulálást tudnék elképzelni, meg különböző ilyen killekhez kötött, meg meccsszámhoz kötött dolgokat. Tehát hogy hoz uh -huh. ennyi ezekkel a fegyverekkel, csak PvP-n, tehát nyilván PvP-re fókuszálva, meg hogy hoz le ilyen multikilt, meg olyan dolgokat, és akkor azokból egy pár medál, meg ilyen olyan, olyan dolog kell, hát majd a tájt. Ez én ezt így tudom elképzelni. Uh -huh. Leginkább nekem ez, ez, van így a fejemben, mert a, egy legend biztos kelleni fog hozzá, meg egy tomó ilyen huncutkodás. Ja, ja, ja. Legyen Legy. úgy, legyen úgy. Jó van. Gondolom hmm. azért ezen, ezen, menni fog a felháborodás. Még most azóta nem néztem szét, hogy tegnap este kijött a tovább. Hogy mi de... Hát az olyanok, mint például Áronnal mindig beszél, Áronnal mindig arról volt, Áron, Áron például nagyon szerette az izé, ő, ő, például nagyon nagy grinder, és ő imádja az ilyen presztis dolgokat a játékba, amit meg is értek, mert ugye szerintem is ezek nagyon fontosak, és, és ugye én, én is, én is imádtam, az, még volt pár olyan dolog, amit nem tudtam megszerezni, én mindig imádtam, hogyha lehet izé elpéniszt flexelni ezekkel a dolgokkal, mert ez a lényeg. Vágom, csak már, ő, azért, játéknak... ő azért, és minden tiszteletem Ároni, mert ő nagyon piszkos, van piszkos a jó játékos, de hogy ő azért nagyon a, a felső vége a dolognak. Hát olyan szempontból a felső vége, hogy az is, plusz még ő, ő, ő szereti azt, ugye ő vele voltak ezek a dolgok, hogy ő, ő neki már töketele van, hogy mindent leegyszerűsítenek, meg hogy nem lesz valami egyedi, és ő, aki a legjobban hangot Azért hozom föl őt, mert ő az, aki a legjobban legom, hangot legom, legom, Persze, persze. És, és valamilyen szinten meg is értem, mert most például ezt elveszik, de mondjuk ebben a, ebben a dologban ezzel nincs probléma, mert már, hogyha elveszik, akkor csak nekünk lehet meg, azik, akik ezeket kirándolták annak idején, szóval az, az új lehet ott lesz, de még, még itt ebben az a jó, hogy még mindig be tudjuk csapni az unbroker meg azt, hogy hányszor lett gildelve de az is megmarad, hogy uh -huh. hányszor gildeltük az unbroken még a változtatás előtt, szóval az a flex még ugyanott marad, szóval ezzel nem lesz baj. Aztán a következő title, amit meg lehet szerezni, ott már kevésbé lesz flex, mert hogyha mindenki egy season ki tudja szedni, akkor, akkor már nem ér annyit az a title, szóval akkor mindenki ben fogja hagyni az ilyen legacy title amik voltak például az Unbroken, meg az összes többi. Hát majd látjuk, hogy mekkora flex lesz azoknak a teljesítése, ki tudja lehet, hogy valami olyat raknak be, hogy azért, nem tudom, csak kitalál valami olyat a bungee, hogy hogy azért valamennyire ki legyenek elégetve, elégítve a, 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 a rambók is. Hát nem hiszem. Tudod, miért nem hiszem? Mert akkor alapjára, mert alapjáratól lerövidítek az egészet. És ugye, amit mondtam is, hogy a tendencia az mindig az elérhetőség, az accessibility ezeknél a dolgoknál mindig a, a többiek számára. Szóval lehet, hogy lesznek valami extra dolgok, vagy akár, vagy a többiek tudják gildelni, vagy bármi, de szerintem itt, 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 már nem ez lesz a tendencia, meg nem ez lesz a... I don't know. Arra meg azt mondani, hogy Bungie, menjetek triázozni. Azt ott szedjétek ki az izét, a flawless title ot Szólóban. Szólóban. Csukott szemben, most. kikapcsolt monitorra. Lesz is most, hogyha tovább megyünk még. A for de a Köszi a követéseket is, srácok! Üdv mindenkinek, aki újonnan érkezik ide a streamre! Hello! hello. téged követgetnek emberek. Hát engem itt szoktak követgetni. De hála Istennek, addig jó, amíg csak az izzi az interneten, nem így élőbe. Igen, ez para. tudod. Na, szóval, Week for Ritual, ez. Yes. Igen, itt, van, itt, vannak a dolgok leírva, tehát Grandmaster of the Universe Season of the Reason Edition. Így van, szóval indul a Grandmaster végre, 1575 power szükséges. Üff. Hát én a a jövő ilyenkor 11. lehet elérek odáig. Ja, te a Light a következő DLC végére leszel 1575, ahol valószínűleg 1575 Nem, a következő DLC olyan. elejére, így van, ezt akartam mondani, a következő DLC elejére, ahol már felhúzodáig. Igen, mert a DLC fog alapjáratok arra a arra, arra a light levelre. Hát most is így ja. volt. Kemény, 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 kemény. Uh, azt de nem tudom, hogy ki, aki nem ezt tanálni, before Dissect is the top of the mountain, egy kapcsolat content. De ezt nem tudom, hogy miért írják. És tehát írják azokat a dolgokat, hogy a combatants can take more hits, deal more damage, and far more aggressive. Ez eddig is így volt. Vagy lehet, hogy ezt most csak bemutatják az új játékosoknak, hogy mi a Master aki, aki nem tudja. Champions ja, igen, igen, igen. In many encounters, show be sure to work with your teams to build your role, aha, igen, revives are limited, aha, ez ilyen kis információs pakka az újonnan érkezőknek, szól, aki nem tudja, srácok, itt le van írva, hogy miről szól egy Grandmaster, de nagy résztek azt tudja, hogy ugye ez egy strike, ami rohadtul föl van pimpelve championökkel, erősebb bobokkal, power level -le, nagyobb damage -le, match tehát olyan shieldek vannak, amiket csak a megfelelő elementállal lehet lelőni, és konkrét taxok kellenek a legtöbbhöz, hogy, őket, szóval kemény. Ja, meg limitált hát A, a ugye, amiről beszéltünk az igen, igen, a csampok, amik unalmasak. Meg limitált revive, az is, az is fontos, mert nem lehet csak folyamatosan izért volni. olni Viszont két, a két legjobb, szerintem a két legjobb ö, Nightfall fegyver fog esni a héten, Szóval én biztos vagyok benne, hogy ha valamelyiketek nincs még gádrója, nekem már mindkettőből van, hála a jó Mondjuk az izéből lehetne egy jobb, egy palindromból intézhetnék magamnak egy jobbat, de a héten a plug one van, a plug one lesz meg a palindrom, szóval mindenképpen megér, megéri nyomni. A palindrom az, az az, egyik, az egyik legjobb 140-es energy handcannon, a legnagyobb range 140-es legendary handcannon, rangefinderrel kombinálva. Nagyon jó, nagyon szuper, eszméletlen jó a fegyver, az szerintem az egyik legjobb Legendary Hand a Destiny 2 történetében. Hát És én én, előre, nagyon... én, sorgatom a nyálam. nekem csak olyan zöld színű van. Vagy hát lé, a Grand azt hát ha Ádám szerintem az adeptő az... Jó Írja de... a Jézuskának, hát ahhoz egy cset. ki a Jézuskámat. <laughs> illetve, illetve, elfelejtsük el a másik fegyvert se, a, ami a plug van, az meg egy precision frame-es fusion rifle, ami rollolhat, ami rollolhat sok mindennel. Nekem a kedvencem belőle, ugye tudjátok, hogy a legtöbb izé, a legtöbb uh, Fusion rifle mindenki a Reservoir Burst-öt használja, hát igen, én is. Viszont ezen a fegyveren nekem valamiért a Reservoir Burst meg a, a Feeding Frenzy kombó az olyan jó, és valahogy nekem ez, a, ez az, á, az, árkos egyébként az izé, a Fusion, szétmelt el mindent, én imádom. Személy szerint én imádom. Szóval a Fusion, neked mondom, Ádi, a Reservoir hoz egy olyan perk, ami az első hitnél ö, nagyobb damage rak ki magából, az első, a, magazin, a magazin első Igen. történjénél, illetve ha megölsz vele valakit, akkor fölrobban, akkor így, így, így robbangat. Olyan mint, a, olyan, mint a Dragonfly, vagy a Firefly, ah. így berobbantja, vagy a Chain Reaction, inkább így berobbantja a körülötte lévő dolgokat, meg a magát a hullát fölrobbantja, amelyik belehalt a, a lövésbe. Jó hangzik, jó, de a Fusion, úgyhogy nekem Má, ez á, nem nagyon, nagyon jó. Ez, ez egy ez, ez nagyon sok aktivitiba volt a kedvenc ad clear fegyverem. Én egyszerűen le képtelen vagyok azt megszokni, hogy hogy nyomom, húzom a gombot, hogy lőjön, és és másodpercekkel utána süti el. Valahogy hát, nekem nem, nem áll rá az agyam erre az előre gondolkodásra, hogy na oda célozzak, mert oda fog lőni, meg tehát nem, nem, nem tudom. Hát egy egy, ez egy eszféletel jó fegyver. nekem, nekem ez Jó, a hát szereg, nyilván annak nem. a kezében, aki úgymond tudja használni, persze. És voltak jobb rólos Fusion rifle meg másfajták is, de valahogy nekem ez a plug van. Tehát nekem a plug van nőtt hozzám. Ő, ő szerette, ez a, ez a fegyvert szeretette meg velem a, a Fusion Rifle-öket. Jó, jó szám. Meg ugye van rá Adept Big Spec, azt ne felejtsétek el, ugye, hogy azért is jó, mert ugye, hogy a Adept verzióba vesztek ki, akkor az Adept modok mehetnek bele, ami azért jó, mert itt a kedvenc palindromunk, amihez megy az Icarus Grip, az Adept Icarus Grip, ami range is ad, illetve ehhez, amihez mehet az Adept Big Spec, ami ugye olyan, mint egy boss pack, meg egy major pack kombinációja, ami jó, ami nagyon jó. Szóval hát ennyi, akkor ennyi, mindenkinek hoz Ja, hajrá, 1575, szerintem én is vagyok 1575, szóval nem tudom, hogy egy, egy olyan ember, aki még kevesebbet játszik nálam, bár most az elmúlt héten meg kell, hogy el, nem indítottam el a Death Street egy hete, ami nagyon-nagyon fura nálam, mert tényleg nagyon sokat dolgoztam, alig játszottam az elmúlt héten, szóval nekem is rá kell ülnöm egy kicsit, hogy fölmenjek 1575-re, meg ugye ne felejtsük el, hogyha már jönnek a grammasterek, akkor neki kell esni, hogy... Mi? Mennyi vagy? Nem mi, hanem mi van? Nem <laughs> tudom, megnézem a dinbe. Megnézem a dinbe. Meg is. Most meg kíváncsi is tettél. Kizobott. Beírtam, hogy DIM, az kidobott valami gyógyszert a Google. Google. Közben Google. mindenkinek a követőséget. Ah, 1571 vagyok. Jó van azért, nem akkora nagy a szenvedés. Még picit kell grindolni. Azt hittem, azt hittem, kisebb vagyok. Jó. That's what she said. Jó, oké, okay. no. tehát 1571 még négy szint kell, de neki kell majd ugrani, de lehet, hogy később fogok. Bár most a lootérbe ki bele kéne izé húznom, mert a, ez a kettő, ez bármelyik fegyóból esik egy jóról, ez, ezek jók. jók. lesznek, mondjuk a palirból kéne egy nekem egy nagyon, nagyon szép gádról még. Na mindegy. Ja, szuper lesz. Gambit, mert menj, gambit ez is Laps. Erről beszéltünk egyszer előtte. Emlékeztek rá, hogy Igen. Invasion Slap, Erről már volt szó hogy milyen taktikai dolgok lehetnek itt. Ugye ez arról szól, hogy ö, ugyanúgy fogják csinálni, majd, mint a triázban, vagy lesznek ilyen hetente változó. Úgy tűnik, most jön az első hét, amikor, amikor lesz egy ilyen tesztfázisa ennek a játékmódnak, azért lesz Gambit Labs, ö, illetve ö, a mód, ami ami meg fog jelenni, az az, hogy amikor elérünk azokat a thresholdokat, amikor kinyitjuk a portát, nem magunknak nyitjuk a portát, hanem az elemi tímnek nyitjuk a portát. Ez nagyon kemény. Ez nagyon kemény. És nem olvastam el, Na, ez amit nem olvastam végig. Ebben most, izé, ebben most ö, az van, hogy amikor átmegy az invader, akkor szívja a módokat. Igen. Tehát effekt, legalábbis ez voltam egyszer, nem? Olvassuk bele, szó, so, next Tuesday, hot fixet bla bla bla. Phase, okay, so the iteration of the gambit will change up to get invasions during the mode phase. The activity when given team reaches, bla bla The opposing team will be given the on one invasion. Oké, okay, szóval ez meg volt. Tehát amikor elérjük a thresholdokat a módokkal, akkor. Wow, 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 wow de megváltoztatják akkor a berakás mennyiségét is. Eddig ugye 40-80-ra alakították a normás, 25, most 25, 75 lesz. Tehát early invader, izé, early, early, early tehát magyarul át tudod húzni úgy, hogy, hogy, még nem tartott. Ja. Hogy át akarna jönni. Viszont akkor azt mondja, hogy a might be win a few ways, but both invaders bankers for the largest start, da, 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 da Oké, okay. nem, nincs még meg ez. Emlékeztek, mikor először olvastunk erről a labsről, az volt benne, szavaz Ariszti, szia, szia. Szóval először az volt, a, először az volt benne, hogy ez is lesz, meg lesz egy olyan mód, hogy az invéden átmegy, és automatikusan átszívja a módokat. De az, amíg az később lesz szerintem, Igen, ezzel kezdjük most. Én, én tök azt hittem volna, hogy ennek a kettő kombinációjából ő, nem, hát most be valamit. tesztelgetik, bele, hogy, hogy mi el... az, ami működik, mi az, ami nem, aztán lehet, hogy majd megint teljesen átalakítják a gambitot. Kombózni, hogy őket áthozzátok, hogy elszarjad az izéjüket, az invédjüket, és nyilván arra fókuszál a csapatod, hogy úgy rakjátok be a módot, hogy utána nem elhájdol, hanem tényleg megkeresi a, uh -huh. az invédert és kinyírja. Jó, jó, jó lehetett volna, de ki tudja. Egyelőre az van, hogy a másik kín... benne van, hogy, hogy harmadiknak majd berakják mind a kettőt, így, így azért kombózva. Lehet, 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 hogy többféle teszt van fejbe, de egyelőre ezzel kezdünk, szóval a, az invader, az elemi invadernek fogjuk a portált nyitni. Érdekes lesz. Én biztos, hogy kipróbálom nagyon sokat, mert kell is gambitezni, meg kíváncsi erre, hogy ez hogy működik. Mennyire borítja meg a már meglévő dinamikáját a játéknak. Érdekes hát gondolom lesz. azért eléggé. Ja, ja, biztos vagyok benne. Biztos Mondom, vagyok az benne. Na, meg Na, ja, meg lesz szóló is. Ja, meg, azt ne felejtsd el, meg Double Reputation van. Tehát aki, aki ma akar szerezni bármiféle oh. dolgot, meg a Gambit szült, vagy akármi, most Gambit a héten, mert duplán kapjátok az infémit, szóval pörögjön. jön. Oh. Elég nagy copás fölmenni Legendig, de így, hogy duplán kapod a pontot, azért úgy, úgy az elviselhető. Maradjunk annyiba. Minden mindig a héten van, amikor leg, leg, a legrövidebb a hét, a legtöbb mindent kell csinálni. Jó, Na az. Yes. Hát a szokásos srácok, tudjátok mi a helyzet. Visszajön a solo playlist, lehet tolni. Ö, 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 ö. Elég jó, ennyi, kb. Ennyit ennyi, ennyi tudok mondani. Tehát semmi más nem ennyi fog bántani. Nem, mi... nem tudok mondani, kérem, de Játszottatok már a triázzal, ha játszottatok már a szólóval, tudjátok milyen. Ráklikkeltek, és szólóban mentek triázozni. Ennyi. És matchmaking van. Erről szól a dolog. De ez, egyébként tök jó, még mindig. Semmi új lút a nap alatt nincsen, ugyanaz van, mint eddig. Javaslom, hogy legyétek ki az új fegyvereket az Origin Trade-tel, mert az Origin Trade az menő, még ha Aristid nem is szereti is, bocs Arisztit. szerintem nem, is Vagy mit dob, vagy mi van itt? nem, arról beszélgettünk a múltkor, hogy ugye az Origin Trade, vannak ilyen speckó Origin a, Origin is. igen, de úgy értem, hogy, úgy értem, hogy speckók, hogy amik tényleg nagyon situational a Például ott az Origin trade az izé Gambitnek, nem a gambitnek a, az Iron Bannernek, ami csak az alatt, tehát ami csak gambiten működik, és akkor is, csak akkor, hogyha ti vagytok azok, akik hántolnak. Te Tehát elfoglaltátok mind három plétet, megvan a hánt, és akkor te invisible maradsz, a, az elemi radaron nem fogsz látszódni. Ez az origin trait. Az o, igen. Tehát elég situation -e. És ott a másik, amit, amit, én nekem szerintem, nekem jobban tetszett, Arisztit szerint ugyanolyan use lesz, de hát ízlések és pofonok. Az, ami azt adja, hogy amikor egyedül az utolsó ember vagy a fire Team be akkor extra handling, extra accuracy, extra range, reloadot kap az a fegyverre. Szóval a fegyveret az ez egy Olyan, boost, olyan, mintha egy ilyen uber bonus kapnál a fegyverre minden szempontból, viszont csak akkor, hogyha te vagy az utolsó, tehát például triázva, hogyha elimination van, és te vagy egyedül, akkor fog működni. Aha. Viszont a use case, ami az én szemembe jó, szóló aktivitikbe is működik. Tehát én vagyok szóló dungeonozni, akkor az alakriti buff az fölpattan, mert ugye én vagyok az utolsó membere a fire vagy ha rámből is... bemegyek be, vagy ha rámből bemegyek be, akkor is, mert én vagyok az egyedül. Tehát ha szóló aktivitit csinálok, De akkor ezt, ezt ez a buff. is, hogy ez tényleg megy? Persze! Jézusom! Ez működik. Jaj, jaj. Jézusom, az mondjuk nagyon durva. Hát durva, de ugye olyan, a use készek azok általában olyanok, ami, ami nem kompetitív vonat, aktivitére vonatkozik, vagy olyan, ahol nagyon-nagyon durva bónuszt adna, viszont ö... szia most, viszont ö... tényleg nagyon-nagyon nagyon bónuszt él. Tehát én éreztem rajta, hogy az én assziszt, amikor izé az rombölöztem, azért rendesen húzogatta be a dolgokat. Tehát tök jó, tök jó. jó És hogy de egy ez másnak is. Másnak is. Persze, Jéven. persze, persze, persze. Azért ilyen tök szuper. Egy ilyen SMG-t kiszedni, ami ami, ami, ami ilyen jó a stadbónusz, egy szóló rámből, bet szét cincálod vele a zenét. Nagyon jó. Nagyon jó. Szóval szerintem ez sokkal jobb, és több helyen fogod tudni használni. Lehet, hogy pont a, a, a rá akarsz fókuszálni az endgame aktivitikre, meg a kompetitívre, akkor nem, mert akkor nagyon-nagyon ritkán fog csak ez a perk beprokkolni, viszont, ha tényleg elmész ilyen szóló contentre, szóló dungeon, rumble, egyedül izé, dolgokat, szólóban nyomod a játékot, akkor, akkor egy hasznos haverod lehet ez a perk a, a fegyvereiden, mert ez így eléggé jó. Ennyi, ennyi. Szóval e ezt akartam mondani, hogy hogyha mentek, akkor ezért jó kiszedni az új fegyvereket az izéből, a, a triázból, mert ezek azért elég hasznosak. Főleg a, az alakriti perk miatt, vagy origin trait miatt, bocsánat. Most ennyi. Most ennyi. Még hotfixek vannak, nem sok igazából. Van valami érdekes benne? Hát te mondd meg a Non közül, mi az ami... Oké, okay, nézzünk known itt, mit ír előtte? Maintenance, hotfix maintenance, az... április 5, köszönjük. Szokásos. Issue with 7, Windows 7-en 8.1, oké, okay. <laughs> <laughs> az se. Elnézést, hogy ez akiknek még 7-es, meg 8-as Windows van, idő. de hogy... De hogy... Hello, itt a... Hát a, a hetest még azt mondom, hogy oké, okay, de hát 8.1, pont egy. Az egy már. jó rendszer volt a hetes, de 2022-ben én azon gondolkozom, hogy a 11-esre váltsak szép lassan okos. Á, én még nem, én még nem. Azt majd hát még, még azért mondom, hogy lassan, lassan, igen. és még csak gondolkozom, tehát na. na mindegy. <kül> igen, itt még le van írva, hogy mindenki védje a saját accountját, egy ilyen kis promo, szépen two-factor authentication, jár, 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 lá, 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 never give out password to anyone. Ezek ilyen, nem tudom ez, hogy került ide, de egy kis reinforcement. Én, én Na. tudod, Most min... mosolyogtam Igen. nagyon, a movie yeah. of the week, a Snapchat filter a kis kukacsal. Ja, azt láttam, oda majd eljutunk az is. A úristen, ez. Ja, ja. Te non is sokat nézem, hogy van-e bármi, ami említésre mert Ja, igen, ugye a Reckless Endangerment, nem tudja, a Reckless Endangerment, tehát nem lehet kivenni az izéből. Ugye az a Pinnacle Shoti, nem a Pinnacle, hanem a Ritual soti ami most van az izé, a vendoroknál, ami a Seasonal soti, és ha egyszer kivetted, a megkaptad, utána kitörölted, és nem tudod kivenni a Collectionből, szóval ne töröljétek ki, ne törőjétek ki azt a Shotit, hogyha egyszer kivettétek valamelyik vendortól. Renewal grabs damage buff doesn't always work inside the dust grenade. Igen, ez az új Hunter kezes, szóval nem mindig működik. Oké, okay, ezt nem tudtam. Shadow sometimes disappears when entering new areas, resulting in a very bright no, room in csak Xbox ilyen... Series X and PS5. Ez okay. ilyen issue-nak issue, de nem egy game-breaking tudsz, hogy de eltűnik esze. az árnyék. Lolbook nem unlockolódik. Jó, azt is megcsinálják. Nem nagyon nagy dolog. Eyes of Tomorrow, rockets can Sometimes Daisy front. az kemény. Ugye tudod, hogy az Eyes of Tomorrow, az az a DSC starter, a Deep Stone és ugye az ilyen 6, ilyen, hat, hat, ha, ha jól lesz, 6 trekkel. És az az, 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 az arcod barobban, az mondjuk hát, para... robban, ott marad. Tehát ugye az nem, a lényeg, exploding hogy Exploding az... in front of them. Ott van. Ez a exploding, Tehát ez nem repül ki, hanem hogy ott előtte így berobban. Az kemény. Remélem nincs izét damage az emberre, mert az így durva lenne, hogy ilyen öngyilkos izé. Nem tudom. De az tipikusan én lennék, aki ezt a saját arcába teszi. Szerintem. <gül> <gül> jó, van. mi van még itt? Tehát executionerek nem rotálnak, jó, nem kapod meg a refined qualicort, oké. Okay. Semmi, semmi, nagy dolgok nincsenek meg itt. Nincs matchmaking a Psyops Battlegrounds-ban. A legend, a legendbe, a legendben nincs. Az simában van. Ja, legend tényleg. Bocsánat. Tehát ezt nem, írja ki, pedig az egyértelmű. Gondolom, ha egyszer bemész rájössz, hogy nincs matchmaking. Oké. Okay. Oké, okay. correct step to join other players or another step quest. Oké. Okay. Szóval ennyi, kb. ennyi. Nem láttam sok minden dolgot, ami izé, ami még, ami még jelentele bármit is, vagy ami még nagyon izé lenne. Ha be akarjátok olvasni az összes non issue akkor ott van, szerintem ott van még egy fórum, meg egy csomó lista ott, amit meg ja, lehet majd el tudtok klikkelni. Ott van non issue article, szóval mindenki rá tud klikkelni. Ezek pár, a, pár ez csak pár volt a leg, legpopulárisabbak között, de nyilván egy csomó szó, szóval, hogy valaki fel akarja delíteni, akkor mehet oda nézelődni. Engem ez Movie a filter derít Na, hol van? Most megnézem ezt a Snapchat filtert. <laughs> nagyon jó. Ja, ezt láttam. Kukacos. Ez milyen kemény, hogy ezt valaki megcsinálta. Hát vannak nagyon ügyes emberek, nem úgy, mint mi, Árpi, de hogy érted. Hát mi nézzük a nagyon ügyes embereket a Youtube-on, meg az interneten, és erről beszélünk, teljesen jó. De ez tök jó, ez, ez tök, ez tök aranyos. Rázza a kis izé farkát, meg felemeli a fejét, így rád néz. Aha. Ja. István. Hát igen. Szerintem már viszont ennyi, ennyik vagyunk. Igen, nézegettem, hogy itt bármi más. Ú, ez az ár viszont tetszik. Ú, ez de jól néz ki. Ezt nem is néztem meg eddig. Melyik az a piros? A Saint -14 nézi, azt menő, de ez a kép, amit a twitteres kép. Ugyes, ugyes illusztráció. Ez nagyon jól néz ki, ez tetszik. Ú, és belerakott mindent, ami fontos. Két emblémát, a boss, a boss DPS-nek az izé azt a monumentjét, meg ott van alul a kuki az izével, ahogy tátja a száját. Kemény. Jól néz ki. Hát, and again, vannak ügyes emberek. Ennyi, igen. Ügyes igen. emberek. Menci. Á, ah, meg jók lettek. Ó, uh, az az, a kép is tök jó, az a Fire Team friendship ahogy hogy izé összeállnak a, a srácok ott egy kis ölelkezés elejéig. Az is tök jól néz ki. Na, van itt még valami, amire van írva. What are your plans for the weekend? I was running for the chores list yesterday. De, 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 de. le, Oké, okay. igen. Nézem. Some double trier's reputation, micsoda. Ezt nem írták le, hogy dupla reputáció van a triázba is, csak azt láttam, hogy a Gambitbe. Vagy leírták, és nem figyeltük? Nem tudom, de itt van leírva még egyszer, úgyhogy akkor ezek szerint, ja. Oké, okay. na mindegy, DMG. Ezt most a DMG írta. Csak tudja már, na, mit ír. Se. Persze. <laughs> Na jó, faszaság srácok, szóval ennyi a heti top. Nem egy nagy csanki van, de teljesen elég így, ez teljesen, teljesen jó volt így korán reggelre. Én azt mondom, mostanában nem nagyon lesznek szerintem annyira durvák, csak így amiket ugye hogy az előzőekben leírkáltak, hogy majd ez lesz a úgymond ütemterv, terv, uh -huh. kb. ezek lesznek szerintem szétosztva. De hát majd látjuk, mert lehet, hogy lesz még egy-két azért újdonság érdekesség Úgyhogy köszönjük szépen, srácok, lányok, hogy itt voltatok. Aki ezt majd a YouTube-on nézi vissza, annak is nagyon köszönjük, hogy kitartott ideig, és um, nyilván ezeket élőben a twitch minden péntek reggel 7 órakor veszük fel. Úgyhogy gyertek és csatlakozzatok hozzánk az élő streameken is, és, és aki meg itt van, annak is nagyon nagy puszi, és Így találkozunk van. a jövő héten is. Sziasztok! És aki, és aki vissza akarja nézni, ezt ne felejtsétek el, hogy a YouTube-on megteheti, mert Ádám is, én is mindegyik, mindegyik ilyen adást fölrakjuk a YouTube-ra kivéve én például a múlt hatét, mert a múlt nem sikerült fölraknom, látjátok, hogy mennyire bizi voltam, hogy arra sem volt időm, hogy átmásoljak egy Twitch videót a Youtube-ra, meg hogy beírjam a címét, szóval nagyon bizi voltam, az nincs fönn, de az is fölkerül, de nyilván ezek a dolgok mennek Youtube-ra is, tehát ott is meg tudjátok őket nézni.